Jó napot kívánok, én dr. Kovács József vagyok, a Kirko ezotérikus szabályetem vezetője. Ez a videóm férfiaknak szól. Szeretnék azokról a férfiakról beszélni, akiket a nők tisztelnek, és nem akarják őket elveszíteni. Valószínűleg azt gondolod, kedves barátom, hogy az erős, magabiztos, sikeres férfiakat tisztelik a nők. Ez részben igaz. Azonban nem csak. Illetve ezek közül is csak azokat, akiknek vannak olyan tulajdonságai, amelyekről beszélni fogok ebben a videóban. Ha ilyen tulajdonságaid vannak, akkor te az a férfi vagy, aki a nő nem csak értékel, hanem egyenesen rólad álmodozik. Ha egy ilyen férfit a nő elveszít, akkor egész életében ő rá fog emlékezni. Nézzük tehát, mik ezek a jellemzők. 1. A saját életutad, amiről semmilyen hatásra nem fogsz letérni. Ez köztudott, hogy a nők az ilyen férfiakat kedvelik. Azonban van itt egy nagyon fontos nüansz. Ez egy olyan probléma, amivel a legtöbb férfi találkozik. Képzeld el, hogy egyedül élsz. Egészen jól élsz, fejlődsz, tanulsz, egy kicsit sportolsz, vagyis van egy erős fejlődési vektorod, amely felfelé irányul. Pont ezért tetszel a körülted levő nőknek. Egyszer csak találkozol vele, a nagyővel, szerelmes leszel, fölig szerelmes, és elkezdesz vele foglalkozni. Egyre kevesebb időd lesz, hogy magaddal foglalkozz. Lassan ez a nő lesz a te világod középpontja. Vagyis mi történik? Letérsz a saját életutadról. Megváltozik az életed vektorának iránya. És amikor ez megtörténik, életed szerelme, a nő, akiért bármit megteszel, elveszíti irántad az érdeklődését. És rosszabb esetben más érdeklődést keres más férfiban. A gond az ilyenkor, hogy amikor még megismerkedett veled a nő, akkor te egy egész személyiség voltál, egy teljes személyiség voltál. Utána viszont elkezdesz függeni ettől a nőtől, és ezért a nő elveszíti iránytad az érdeklődését. Ez nagyon fontos, még egyszer mondom, ha elkezdesz függeni a nőtől, akkor a nő elveszíti irántad az érdeklődését. Szépen, lassan, fokozatosan. Ezen el kell gondolkodni. Ugyanis amikor egy nő viszonyban él párkapcsolatban, akkor a női logika és a női érzelmek állandóan konfliktusba kerülnek egymással. Ugyanis a logikája alapján a nő azt szeretné, egy olyan férfival élne, akit könnyű kontrollálni, hiszen mindenki egy ilyen kényelmes, irányítható férfiről ábrándozik. De hogyha a férfi magabiztos, megvan a saját dolga, a saját elfoglaltsága, akkor ha másért nem, legalább ezért vonzza a nőt, mert hogy független tőle. A női logika nagyon jól megérti ám, hogy az ilyen férfit nem tudja a hatalma alá vonzani, nem tudja a hatalma alatt tartani sokáig. Egy nőnek teljesen normális az, hogyha egy erős férfi mellett él, aki mellett gyengének érezheti magát. Na de fordítva, ez nem normális. Igaz, hogy a férfi is megbetegedhet. Az ő munkájában is lehetnek negatív periódusok. Pikkel rá a főnöke, vagy ha vállalkozó, akkor egy darabig rosszul megy a dolga. De utána a férfinek saját magának kell ebből kimásznia a nő segítsége nélkül. Tehát, hogyha találkozol egy nővel, kedves barátom, aki tetszik neked, soha ne felejtsd el, hogy neked saját utad van. Neked a saját utadon kell menni tovább, és a nőt azt vinned kell magaddal. Nem mondom, hogy a hátadon, mint egy puttonyt, de neked kell vinni a nőt magaddal. Persze, ne értsük félre. A nőt szeretni kell, a nőnek figyelmet kell szentelni,
de akkor sem válhat a te életed középpontjává. Ha neked van saját életutad, akkor ha el is váltok, az életed nem sokat fog változni. Vagy mondok egy hasonlatot. Mondjuk te vagy a mozdony, ja nem, te vagy a vonat, amelyik a síneken megy. Megy a vonat a síneken, te irányítod, mert te vagy a mozdonyvezető. Egyszer csak megjelenik egy nő, csodálatosan fantasztikus nő, akivel te beleszeretsz, és átadod neki a mozdonyvezetői helyet. Hát onnantól fogva az életed vonatát, az élet utadat nem te fogod irányítani, hanem ez a nő. És ebben a pillanatban elvesztél. Hogyan tudod megállapítani, hogy letértél az útról, a saját utadról? Hát például. Olyan függő viszonyba kerülsz a nővel, hogy állandóan kérsz tőle valamit. Ezt sem tudod megoldani saját magad. Légy szíves, segítsél. Azt sem tudod megoldani saját magad. Légy szíves, segítsél. Stb. Stb. Tehát például a nő rászokik a dohányzásra, te is rászoksz. Ha a nőd nem tud leszokni a dohányzásról, akkor addig te sem szoksz rá, pedig már szeretnéd. Második pont. Amit a nők nagyon értékelnek, az az, hogyha a férfi refresh-t tud csinálni. Ugye refresh, komputeres nyelven mondom, ma már ezt mindenki érti, a komputeres nyelvet. Ezt még jobban megmagyarázom. A férfiak általában beállnak egyfajta viselkedési modell a nővel kapcsolatosan. Amikor ez a viselkedési modell nem adja meg a férfinak a várt, úgymond dolgokat, a kívánt dolgokat, akkor a férfi megáll, és nem tudja, mit reagáljon. Vagy más szavakkal, ha a nő nem úgy reagál a férfi viselkedési modellére, ahogy a férfi azt elvárja, akkor a férfinek nagyon nehéz átalakítani ezt a modellt egy másfajta modellre. Nagyon sok férfi, amikor együtt kezd élni a nővel, akkor letér a saját életútjáról. Ez nagyon rossz. A nők ez nagyon rosszul viszonyulnak ugyanis. Ám de a férfi ezt nem veszi észre, és nem tudja megváltoztatni a viselkedési modelljét, hogy picit vissza, és utána pedig teljesen visszaálljon a saját életútjának a vágányán. Általában ilyenkor, mikor a férfi látja, hogy a nő rosszolja az ő viselkedését, elkezd ajándékokat adni a nőnek, egyre több ajándékot, ami még először a nőnek tetszik, de utána megszokja, és ugyanúgy már rosszolni fogja a férfi viselkedését. Ilyenkor a férfinak egy refresh-t kellene végrehajtania, azonban a krízis szituációkban ezt nagyon bonyolult megoldani. A krízisben ilyenkor a férfinak távolságot kellene tartani a nőtől. De nagyon sok férfi ettől fél, mert attól fél, hogy ilyenkor a nő gyorsan keres magának mást. Hát ha ettől fél, akkor már is ő a gyenge fél. Vagyis erősnek kell lennie. Bár ez a férfiaknál ez az erőtlenség a munkában is előjön. Például abban nagyon sok embernél, hogy fél a sikertől. Félelem a sikertől, ez az első csakránkból származik. Tehát ilyenkor erősíteni kell a férfi első csakráját. Erre vannak nagyon jó ezotérikus módszerek, ezt én tanítom a Kirkó ezotérikus szabad egyetemen. És akkor a férfi a munkahelyi hierarchiában is feljebb tud menni, meg a családi hierarchiában is feljebb tud menni. Ugyanis a családban állandó hierarchia harcok folynak, hol az egyik próbál győzni, hol a másik próbál győzni. Erre nagyon vigyázni kell. Ez sok férfi nem veszi észre, és mire észreveszi, hát addigra kész. Persze a nővel nem szabad erősen vitatkozni vele, nyugodtan és normális hangon kell beszélni ilyenkor. Nagyon sok férfi ismerkedéskor is ugyanezeket a hibákat véti, tehát nem tudja megváltoztatni a viselkedési modellét, tehát magát azt a modellt, hogy hogyan ismerkedjek. Így megyek oda a lányhoz, vagy úgy megyek oda a lányhoz. Hogy viselkedjek, amikor ismerkedek.
mit mondjak? Pedig erre is rengeteg lehetőség van, meg lehet változtatni. Azt tudni kell, hogy ha egy férfi 10 nővel akar ismerkedni, abból örülhet, ha 2 ismerkedik vele. Tehát gyakorolni, 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 és akkor egyre több nővel tud megismerkedni. Nagyon fontos, hogy a férfiak ismerkedéskor ne arra hajtsanak, ne az legyen a fejében, hogy jaj Jézusom, megismerkedik vele a nő, mert ezt a nő érzi. Hanem az legyen a fejében, hogy hát csak megismerkedek, aztán majd meglátjuk, lesz, ami lesz. Énkor a nő érzi a férfiben ezt a könnyebbséget, ezt a lazaságot, és sokkal gyorsabban megismerkedik vele. Ilyen nagyon sok nő beszél arról, hogy karizmatikus férfit akar. Igen ám, de mit jelent a karizma, a férfi karizma? Az annyit jelent, hogy a férfi mindig a szükséges módon reagál a világ kihívásaira. Ha megjelenik a probléma, akkor a férfi megpróbálja megoldani. Így vagy úgy, emígy vagy amúgy. Hát ha néha nem sikerül, az nem tragédia. Majd egy másik problémát meg fog oldani. De hogyha a problémák megjelenésekor a férfi a homokba dugja a fejét, mint egy struc, akkor ne csodálkozom, hogy jön a gép és levágja a nyakát. A feje ott marad a homokban, a többit pedig megeszik. Olyan milyen férfira emlékeznek legszívesebben a lányok, amikor elván? Hát persze, hogy arra a férfira, akit nem tudott kontrollálni. A következő, ami nagyon fontos pont, hogy add saját magadat. Ez egy nagyon közismert szlogen, mindenki mondja, add saját magadat. De ez mit jelent? Aki saját magát adja, abban van valami különleges. Az nem másolja a környezetét, hanem valami olyat ad, ami a környezetében nincs. Erre elmondok egy példát. Például ott vannak a YouTube videók. Rengeteg ember tesz fel YouTube videókat, egyet vagy kettőt, aztán kifullad. Mert nem nézik. Ennek mi az oka? Ennek egyszerű oka van, mégpedig az, hogy másolja a többiek videóit, az ő videóiban nincs semmi különleges. És akkor kifullad, látja, hogy nem mennek a videói, és abba adja. Tehát sablonok alapján dolgozik. Ugyanilyen sablonok vannak, már kialakult sablonok a férfi-női kapcsolatokban is, amelyek mentén minden nő, minden férfi igyekszik meghódítani a nőt. Én milyen sablonokról beszélek? Hát például minden férfi tudja, hogy úgy kell ismerkedni, elkérem a telefonját, telefonszámát, meghívom egy cukrászdába, elbeszélgetünk, kávézunk, aztán hazamegyünk. Utána meghívom egy étterembe esetleg, ott már lehet, hogy kellemesebb beszélgetés lesz, aztán hazamegyünk, aztán legközelebb már számíthatok arra, hogy még szex is lesz. Tehát ezek a szokásos ismerkedési sablonok. Vagy mondok másikat. A férfi általában elmegy a nőért autóval, úgy viszi az étterembe. Ott az étteremben is virágokat ad neki. Megpróbál egy kedves fiú szerepében tetszelegni. A randevú alatt végig arról beszél a lánynak, hogy ő neki milyen komoly szándékai vannak. Neki nem a szex a fontos. Neki sokkal fontosabbak a lány lelki tulajdonságai. És bár ez egy nagyon szép lány, a lány lelke akkor is még jobban érdekli őt. Mikor vége van a randinak, hazviszi a lányt, elválnak, a fiú hazamegy, leveti a kimenő ruháját, bekapcsolja az internetet, és rögtön rákeres egy olyan filmre, aminek például az a neve, hogy a szőke titkárnő megbünteti a makacs főnökét. És közben persze magához jó. Mert hát őt a szex nem érdekli. A következő napokban elviszi a lányt egy színházba, ott megint arról duruzsol neki, hogy őt a szex nem érdekli, hogy csak a lány lelke érdekli, ezért hozta a színházba. Jó, tehát ez egy egyszerű sablon, amit minden férfi követ. Találkozol a lányjal, megmutatod, hogy milyen illedelmes, jó fiú vagy. A baj csak az, hogy szerepet játszol. És ezt a lányok nagy része rögtön meglátja. Azonban, ha megjelenik egy férfi, aki azt mondja a lánynak az első randin,
De figyelj, én annyira unatkozok már itt a cukrászdában. Menjünk egy Dunapartra, sétáljunk, nézzük a természetet, nézzük meg, ahogy a hold felkel, nézzük meg a csillagokat. Ez a lány rögtön látja, hogy ez a férfi tényleg romantikus. És nem kell már a fiúnak a lány lelkéről beszélni, a lány lelkéből már így is belőtte ámor nyilát, és a szerelemre gyúlt, és ez a fiú nem olyan, mint a többiek, teljesen más. Tehát azokat a férfiakat értékelik a nők, akik nem akarnak belesimulni a környezetükbe, nem akarnak ugyanolyanak lenni, mint mások, hanem van bennük valami, ami kimeri őket a tömegből. Ezzel magyarázható az a tény, hogy a férfi leginkább azoknak a nőknek tetszik, akik őt nem érdeklik, hiszen azokkal a nőkkel ő természetesen viselkedik. Nagyon sok férfiban van bizonyos belső érték. Ez lehet az, hogy a férfi humoros. Lehet az, hogy szeret kirándulni, szeret sziklát mászni, szeret a tengerben úszkálni, szereti átúszni a Boszporuszt. Bármi. Szeret biciklizni, szeret űrhajózni, szeret ufókkal találkozni, bármi, ami nem szokványos. Jó, egy példát is mondok erre. Például, sokan szeretnének YouTube csatornát létrehozni. Azonban 1000 ember közül csak egynek sikerül. Na, de ennek mi az oka? Az, hogy ez az egy ember nem szokványos tartalmakat ad be a YouTube-ra. Erről már beszéltem, de még egyszer megismételtem, hogy tudjuk. A nőknél ugyanis ugyanez az elv működik. Add saját magadat. Légy különleges. Nem olyan, mint mások, és akkor a nő ebbe a különlegességbe fog beleszeretni. Tehát ezt, hogy add saját magadat, ne úgy értsük, hogy ah, én ilyen bunkó vagyok, magamat adom, így szeres belém. Nem fog. Tehát amikor én azt mondom, hogy add saját magadat, akkor arra bizonyos különleges valamire gondolok, ami nagyon sok férfiban ott van, és ez nem a bunkóság, nem a durvaság. Tehát különlegesnek kell lenni. Persze tudnod kell, hogy azért ettől függetlenül nem biztos, hogy jön megismerkedik veled, és ez ne vegye el a kedvedet. Egy igazi férfinak állandóan dolgozni kell a negatívumain, a szellemieken is, meg a lelkieken is. Akkor most következzen a legfontosabb minőség, amit a nők nagyon kedvelnek a férfiban. Mégpedig az, hogy az igazi férfi egyedül is boldog tud lenni. Olvas, elmegy a haverjával ide-oda, kicsit sportolgat, el van. A legtöbb a nők által elhagyott férfinak pont az a problémája, hogy ők társfüggők voltak. Sok férfi meséli ezt el nekem a párkapcsolati találkozásainknál. Tehát a férfi, ha nem tud egyedül boldog lenni, akkor észtveszve keres magának valakit, általában rosszul választ, erre utólag jön rá, de nem mer elválni, mert fél, hogy egyedül marad. Férfiak ugyanúgy félnek ám ettől, mint a nők. Legalábbis azok, akik nem tudnak egyedül boldogok lenni. A párkapcsolat ez egy nagyon érdekes játék. A nők arra születtek, hogy ezt a játékot kiválóan játsszák. Ugyanis őnekik van egy manipulálni tudok című képességük, ami velük született. Ez nem baj, tehát nem mindegyik nő használja egyébként, az okos nők nem használják, de bennük is ott van. De nagyon sok nő szereti azt a játékot, hogy amit úgy hívhatunk, hogy vesd ki a hálód a férfira, és teljesen kontrolláld őt. Innen fogod az is, hogy a nős férfiak miért annyira kerendőek az egyedülálló nők körében, hiszen már van feleségük, és a nő látja, hogy bizony ezt a nőt, ezt a férfit lehet kontrollálni. Szeretőjévé válik, és alárendeli magának. Rábírja, hogy hagyja ott a feleségét, és amikor ez sikerült, x idő múlva már nem lesz neki érdekes a férfi, és ő is ugyanúgy ott hagyja.
Amikor a nő a párkapcsolati játékban győz, akkor már nem érdekli őt a férfi. Ezért, kedves barátom, igyekezz, hogy ne fújja a nőktől 100%-osan, sem a munkától, sem a különféle szokásaitól. Szeretsz függeni valamitől, valamitől. Cigizel, internetes játékokat játszol, órákén nézed a TikTokot, a szociális háló véleménye rettenetesen fontos neked, munkahelyen nagyon fontos a munkatársaid véleménye, a főnököd véleménye. Ez ellen harcolnod kell. Párkapcsolatban neked mindig kell, hogy legyen szabad időd arra, hogy olyan tevékenységgel foglalkozz, ami neked tetszik, és nem a munkára gondoltam késő éjfélig. Még akkor sem, az nagyon tetszik neked. Tehát járj el sportolni, találkozz a barátaiddal, legyen valami hobbid, amivel néha foglalkozol. Ezekre a nő ne tudjon hatni, mert ilyenkor tudod, ezekkel tudod magadban kifejleszteni azt a képességet, hogy egyedül is boldog tudsz lenni. Remélem, kedves barátom, most már megértetted, hogy az igazi nőt, a normális nőt, az okos nőt nem a férfi izmai, nem a férfi karizmája vagy pénze nyűgözve elsősorban, bár ez mind fontos, hanem sokkal mélyebb dolgok. Hát mondjuk nagyon sok nővel beszélgettem már párkapcsolati tanácsadásokon, és egy olyan 10% volt az, akit a férfi izmai érdekeltek, meg a pénze, az izmai vagy a pénze, úgy 50% volt az, akit a karizmája érdekelt, a többi viszont rögtön mondta, hogy őt ezek a mélyebb dolgok érdeklik, amikről beszéltem most a videómban. Hogyha úgy érzed, kedves barátom, hogy a videó érdekes volt számodra, akkor lájkold. Így, úgy érzed, hogy nem, akkor így. Köszönöm, hogy megnéztél. Kérem, iratkozz fel a csatornára. Viszontlátásra!